Liga Kupa 2011-12 sorozat C csoport 4. fordulójában Gyirmont MTK 1-1 mérkőzés követően Garami József urat a MTK szakmai igazgatóját kértük, hogy értékelje a mérkőzést. Hát először is annyit mondanék, hogy egy nagy irányú mérkőzés volt, mind a két csapat maximálisan oda tette a magát, tehát nagy hajtás volt. Az első fél időben volt egy-két lehetőségünk, amit elügyetlenkedtünk. A második fél időben kiegyenlítődött a helyzeteknek az aránya. Sajnos egy fölösleges kiállítást kaptunk, ami megérdemelt volt a kiállítás, mert szabálytalankodott kétszer, a gyerek két sárga lapot kapott, és utána nehezebbé vált az ügy. Viszont örülök, hogy a csapatom 10 emberrel is megpróbált mindent megtenni azért, hogy megfordítsa a mérkőzést. Egy egálos, egy-egyes végeredmény született, ami úgy gondolom, hogy megérdemelt mind a két csapat számára. Ugye hármat cserélt, mondom, hogy győzelem remény, vagyis a gólszerzés reményével, illetve hajtotta a fiúkat a kispadról a kiállítás után is, hogy csak így tovább a támadásban. Igen, hát az a helyzet, hogy tulajdonképpen ezek a mérkőzések arra jók, hogy azok a játékosok, akik kevesebb lehetőséget kapnak, ilyenkor mutassák meg, hogy mire képesek. Itt, akik a múlt héten játszottak, odahaza a második fél időben gyengén teljesítettek, és nem volt egyik se olyan állapotban, hogy azt mondanám, ezt szívesen beállítom az első csapatba. Ma viszont, akik játszottak a mérkőzésen, jobb állapotban voltak, hajtottak, és úgy gondolom, hogy ha kiesik valaki az alapcsapatból, ezek közül tudok beállítani játékost. Köszönjük szépen, és további sok sikert! Minden jót kívánok, én is szavaztam. Mérkőzés követően sorsunkért, a hazaiak mesterét kértük meg, hogy értékelje a látottakat. Hát első gondolom, hogy egy jó mérkőzést játszottunk. Mind a két csapat jó felállásban lépett pályára. Ez meglátszott a játéknak a képén és az irabán is. Sajnos a végén egy védelmi zavarból ki tudott egyenlíteni az ellenfél. Én összességében úgy gondolom, hogy annak ellenére nálunk is azért azok a játékosok is lehetőséget kaptak, akik bajnoki mérkőzéseken kevesebbet szerepelnek. A csapat közel vált a győzelemhez. Mi volt az oka, hogy a kiállítás után a három cserét követően többet tudott állni az MTK? Ez tudatos volt, vagy ránk erőltették az akaratukat? Hát én úgy érzem, hogy nem igazán tudtuk ott a labdaszerzést középen megoldani. Egy olyan játékos kell bevinni oda, aki nem játszott még azon a poszton, lévő felfogású volt. Sajnos egy-két játékos ebben az irányban elfáradt, és hát sérülések miatt fiatalok ültek még a kispadon, akiknek ezen a most úgy gondolom, hogy még sem lehet volna. Közelebb álltunk a győzelemhez, összességében csalódott vagy a végeredményt illetve? Hát a végeredményt illetve igen, mert egy 8 perccel a végelet kaptuk azt a gólt, és hát úgy érzem, hogy azért ebben a mérkőzésben több volt én is szempontunk. Van-e esetleg, hogy ki tudnál emelni? Hát úgy gondolom, hogy a Kozmér nagyon jól játszott, Szabó Csabi is ezen a mérkőzésen, Pinka Tamás is ahol teljesített, úgyhogy azt mondjuk, hogy összességében a védelemben elvégelt lehet. Támadó játékban viszont többet kellett volna egy kicsit megmutatni. A helyzeteim megvettek volna, de a végjátékra koncentrálni kell. Folytatás vasárnap, bajnoki a Fradinál. Mire számíthatnak a szurkolóink? Hát nekünk mindenféleképpen győzni kell, ilyen szerepben is fogunk pályára lépni. Remélem, hogy mindenki hozzá fogja tudni tenni a magáért, és győztesen fogjuk elő a pályát. Köszönjük szépen, Sós Imrét hallottuk a Gyirmont TV-ben.